Mi az az ökolábnyomszámláló, mennyi idő alatt bomlik le egy műanyag reklámszatyor, mekkora a húsfogyasztás környezeti terhe, mennyire tudunk spórolni a vízzel? Vajon tudják az általános iskolások, hogy miért fontos a Föld napja? Egy olyan ünnep, amikor az a célunk, hogy elérjük azt, hogy az emberek kicsit ráfigyeljenek arra, ha még csak egy napra is, de valamikor ráfigyeljenek arra, hogy legalább ma ne szennyezik a környezetet, és kicsit spóroljanak a vízzel, meg kevesebb műanyagot használjanak, hogy ne szennyezik a környezetet. Mit tehetünk mi? Mit tehetnek a gyerekek annak érdekében, hogy megvalósuljon az a törekvés, ami 1970-ben az Egyesült Államokból indult, és mára már az egész világon követik. Nem szemetelünk, mert az lassan elpusztítja a Földet, főleg ha műanyagokat dobálunk el. Létünk alapja az élővilág változatosságának megőrzése. Erre figyelmeztet a 29. magyar és a 49. világméretű Föld napja. Azért, hogy szerintem azért, hogy ne szemeteljünk meg, hogy így pusztítjuk el a Földet, mert ebbe sok állat is belehalt. Egyetlen nap természetesen kevés, de ha életünk részévé válik a környezettudatos szemléletmód, sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk a Földet. Nem szoktam annyira pocsékolni a vizet. Mivel idén április 22-én húsvét hétfő lesz, a Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola alsósai még a tavaszi szünet előtt tartottak flashmobot Kertvárosban. Mindannyian, ha magunkban nézünk, akkor tudunk olyan dolgokat biztos találni, ami lehet változtatni, de az út szerintem jó, és talán most már látnak jó példákat. Ugye most már nagyon sok fiatal is az utcára megy világszerte, ha figyeljük a híradásokat. Ez a gyerekek előtt is azt hiszem, hogy példa. És ők is érzik azt, hogy ez az ő feladatuk is lesz, nagyon keményen. A flashmob végén a gyerekek összeszedték a felhasznált kreppapírokat is, mert újra felhasználják azokat a húsvéti dekorációhoz.